Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit gondol rólad? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál, és ehhez jön a gyertya mágia energiája. Ezúttal az arany színű gyertyával dolgozunk, ami utal nyereményre vagy egy ajándékra. Az arany szín az a nap áll összefüggésben, megvilágít valamit, tisztázódnak a dolgok, sikereket hoz, megvan az ő maga biztos fellépése és a tiéd is. Azon kívül ez az arany szín jelenti a vonzalmat kettőtök között. A videó végén majd küldöm az energiát. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Veled szemben van a lelki társad, vagy ez a kártya utal a férfiakra. Először megtekintjük az ő helyzetét. Itt látható egy találkozás, ő látni akar téged, találkozni akar veled, és a gyermek utal erre az újdonságra, vagy egy új kezdetre. Itt megjelensz a gondolataiban, és ezt tervezi veled. De ő érzi azt, hogy valaki van a háttérben, ez lehet egy férfi, de lehet egy nő is, aki figyelget benneteket, vagy figyeli őt, aki féltékeny, kíváncsi, irigy, és ez a helyzet betegíti őt. Ez a betegség jelentheti azt is, hogy nem érzi jól magát, vagy valaki beteg a családban, de jelentheti a hivatását is. Amennyiben ő ezen a területen dolgozik, mert például orvos, akkor itt van ellenség a háttérben, és a gyermek utal egy új kezdetre, akkor tervezi azt, hogy valamit változtasson a munkahelyen. Egy új munkahely, egy új munkahelyi szerződés. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, itt alattad megjelenik ez az utazás. Természetesen utalhat utazásra, vagy látogatásra, külföldi kapcsolatokra, ez lehet internet kapcsolat is. Amit ez az utazás még jelent, a mozgás, a változások, ez lehet egy munkahelyi változás, vagy költözködés is, vagy valami változik a környezetedben. Légy te is kicsit óvatos, hiszen itt megjelenik az ellenség, és mint mindig, a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, ez lehet egy férfi, de lehet egy nő is. És itt megjelenik egy idősebb hölgy, lehet ez az idősebb nő az ellenség. Amit a kártyák még jelenthetnek, hogy te magányosnak érzed magad, egyedül vagy, szomorú vagy, és ezek negatív gondolatok és negatív érzelmek, mint például félelmek, és akkor ez az ellenség azt jelenti, hogy te vagy a saját magad ellensége, hiszen nem bízol a jövőben, vannak félelmek, bizonytalanságok, és pontosan ez korlátoz itt téged. Ami történik, ami összefűz benneteket, ez az ő gondolata, mert ő gondol rád, mert ő keres egy új kezdetet, mert ő találkozni akar veled. És most megnézzük, hogy mi van a háttérben. Mi az energia a háttérben? Nála látható itt ez a torony, ez lehet egy hivatalos dolog. Ez lehet egy bírósági ügy, amit neki rendeznie kell. De jelenti a változásokat is,
És itt is látható az új irány. Vannak még ugyan emlékek, van még múlt, amit le kell zárnia, de egy új irányba tekint, és hamarosan fontos döntéseket fog hozni. Ami téged illet, ha te egy hölgy vagy, itt látható a nap, ugyanúgy, mint az arany gyertya, a nap energiájára utal, ami megvilágít valamit, sikereket hoz, láthatóvá tesz valamit. Te mielőtt döntéseket hozol, vagy vársz arra, hogy ő hozzon döntéseket, itt még rendezni kell az anyagiakat. Itt vannak még bizonytalanságok, vagy kiadások, de maradj meg ebben a hitben, legyen meg a bizalmad abban, hogy itt lesz egy stabil párkapcsolat, vagy egy stabil anyagi helyzet, és pontosan ebben segít az arany gyertya, hiszen jelenti a jólétet, a nyereményeket is. És most átküldöm számodra ezt az energiát. Csukd be a szemedet, helyezd magad kényelembe, és gondolkodj el azon, mi vagy ki értékes számodra. De legyen meg az önbizalmad is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderám!